2023-ban ünnepli alapításának 10 éves évfordulóját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, amelynek elnöke szerint 2022 egy különleges esztendő volt. Baracsi Endre úgy fogalmazott, már az év kezdése megalapozta ezt azzal, hogy januárban a beregi keresztszemes és a felső tiszavidéki keresztszemes hímzés a hungarikumok közé is bekerült. Ezt követően pedig egy olyan nagyszabású beruházást adhattak át a sóstói múzeumfaluban, amelynek köszönhetően az értéktár egy része immár fizikai formában is megtekinthető a felújított Túr Istvándi csűrben. Az értéktár bizottság összesen 8 ülést tervezett a 2022-es évre. Jelenleg 9 tagú a bizottság, és igyekeztünk úgy összeállítani ezt a bizottságot már a megalakulásakor, hogy tényleg olyan szakterületek legyenek érintve, amelyek kötődnek azokhoz a kategóriákhoz, amelyek meg vannak jelölve a hungarikum törvénybe. Tehát itt az épített örökségtől kezdve a kulturális örökségen keresztül tényleg olyan szakemberek vannak benne az értéktár bizottságban, akik egyrészt értik, másrészt pedig érzik is azt a küldetést, amelyet mi szeretnénk továbbadni és amelyet szeretnénk végezni. Úgyhogy bízunk benne, hogy sikerült tényleg egy olyan egyveleget kialakítanunk, amelyet tudjuk segíteni a, nem csak az értékgyűjtő munkát, hanem azt a kulturális örökség megőrzésére irányuló törekvést is, amelyet mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, mint pedig azok az intézmények, akik a kultúrához, az örökségünkhöz kötődnek, kitűztek maguk elé. Úgyhogy ez a 9 fő, én úgy gondolom, hogy jól végzi a munkáját, és nagyon lelkesen végzi a munkáját. És ezt jelzi az is, hogy a bizottsági üléseken egyszer nem fordult elő az, hogy esetleg határozatképtelenség miatt ne tudjunk megtartani egy-egy bizottsági ülést, hiszen azért bennünket is kötnek a szabályok. A megyei értéktárba idén olyan új értékek kerültek be, mint a Szabolcs vármegye címeres nemes levelei, a Vestsik féle, más nevén homokjavító vetésforgó, Váci Mihály irodalmi munkássága, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár helyismereti gyűjteménye, valamint egy válogatás a megye 150 éves lapkiadásának értékeiből. Ezek mellett az újfehértói aranylelet, a Szatmári Múzeum egyedülálló szekér, kocsi és hintó gyűjteménye, a kótai Ibrányi fráterkúria, a Vajai tó, mint természetvédelmi terület, a Kálai gyűjtemény épülete és a Kálai család emlékei, valamint a Magyar Rádió Nyíregyházi stúdiójának anyaga. Baracsi Endre azt mondta, minden önkormányzat alakíthat saját értéktárat többféle módon, akár egy civil szervezet megbízásával is, ezért ő személy szerint arra biztat minden települést, hogy csatlakozzanak ehhez az értékvédő küldetéshez. Én biztos vagyok benne egyébként, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye minden településén vannak olyan helyi emberek, akik ezt a munkát nagyon szívesen vállalnák és vinnék, úgyhogy mindenkit arra sarkalnék innen is, hogyha ezt megtehetem, hogy ahol még nem alakult meg értéktárbizottság, ott igyekezzenek ebben lépni, mert ez egy nagyon fontos feladat, úgy gondoljuk, és bízunk benne, hogy nagyon sokan fognak csatlakozni még ehhez a küldetéshez. Még azért itt van hiátusunk, hiszen azért a megye körülbelül fele településén működik valamilyen formában értéktár, és azért még itt 100 településről beszélünk, ahol nem, úgyhogy bízom benne, hogy a következő években ebben is tudunk majd előrelépni. A mi munkánk, a megyei értéktár munkájának is az egyik szála az, hogy igenis próbáljunk segíteni abban, hogy a települési értéktárak is létrejöjjenek. A megyei értéktár a jövőben is folytatja a közös munkát a bizottsági tagokkal és a települések kovász embereivel, fogalmazott az elnök. Hozzátette, a különféle kiadványok szerkesztését és a helytörténeti rendezvények hagyományát is meg szeretnék tartani. Sőt, a jövőben a fiatalok mellett igyekeznek majd bevonni a nyugdíjas korosztályt is, mind a közös programokba, mind pedig az értékmentő munkába.